körülbelül másfél szintes épületről beszélünk, mert tetőtérnél azért már kicsit több, de igazából nem egy teljes szint, úgyhogy ez egy ilyen kis köztes állapot, és ennek a emeleti vasbeton szerkezeteit akarják a srácok kibetonozni, és emiatt ezt nagyon alaposan bezsalúzták. Látható, hogy minden egyes vasbeton szerkezet előtt van kiegészítő hőszigetelés. Sziasztok! Visszatérő kérés itt a csatornán, hogy mutassak nektek végre szépet is. Hát higgyétek el, legszívesebben ezt csinálom, amikor egy jó munkát mutatok be. Az a baj, hogy sajnos ez a ritkább. És az, hogy esetleg némi korrekcióra szoruló dolog van, az egy egészen elenyésző dolog. Sajnos nagyon sok ocska munkát látok, és ezért láttok ti sok rossz példát a videóban, de ez sem baj, tudjátok, mit kell elkerülni. De végre, amikor jót tudok mutatni, na ezt figyeljétek. Kijöttem egy építkezésre, megnézem a koszorú vasalást, hogy hogy néz ki, holnap szeretnék betonozni, tehát teljesen még nincsen kész. Most kicsit ilyenkor jobb helyzetben vagyok, mert könnyebben tudják azokat korrigálni, amit esetlegesen kell, nincsen akkor a kapkodás. Sajnos az, hogy a műszaki ellenőrnek időt adnak, és időben szólnak, az nem általános. Itt is úgy kellett kijönnöm, hogy hama-hama. Gyakorlatilag tegnap vagy tegnap előtt tudtam meg, hogy ide kell jönni. De nem baj, itt vagyok, megnézzük és megmutatom nektek, hogy hogyan néz ki egy szépen kivitelezett szerkezet. A falazat 30 cm-es téglából készült, jelen esetben síkra csiszolt tégla, és ezt a síkra csiszolt téglát fogják majd a későbbiekben egy 30 cm vastag hőszigeteléssel ellátni. Foglalkoztat a gondolat, hogyan fogják hozzá a tervezéshez, kivitelezéshez, hogy egy olyan épületed legyen, aminek az energiaszámlája nem okoz fejtörést? Nem akarod, hogy a számlától legyen meleged? Sőt, akár hűtés nélkül is tudjad, akkor ezt a könyvet neked írtam. Tudományos hókusz-pókusz és képletek nélkül hétköznapi nyelven próbálom elmagyarázni azt a passzív ház gondolatot, amit tudsz majd használni a meglevő épületet felújításához, de akár egy teljesen új épület megtervezéséhez is. Hasznos, ha elolvasod, és ezek után beszélgetsz majd az építészeddel, mert meg fogod tudni indokolni azt, hogy te miért szeretnél passzív házat, és ne egy olyan házat építs, ami 20 év múlva elavultnak számít. A www.egyszerűen-passzívház.hu oldalra felmész, megrendeled a könyvet, és a GLS pár munkanapon belül házhoz szállítja. Van benne egy kérdőív, amiket kitöltve át tudod gondolni, hogy pontosan milyen igényeid vannak, és ez a kérdőív a későbbi tervezési program alapja is lehet. Könnyebben el fogod tudni mondani az építészednek, hogy valójában mit is szeretnél. Jó olvasást! A terepadottságok itt olyanok, hogy az épületnek egy része kismértékben a földbe van, itt majd megfelelő szigetelés készül, vízszigetelés, hőszigetelés, vízelvezetés. De amint látjátok, itt a koszorú magasságában, a földszinti koszorú magasságában egy spéci hőszigetelés készült, egy ilyen peremzsalu, ami a koszorúnak a szélét hőszigeteli, vagyis hát inkább itt nem is annyira koszorúnak nevezném ezt, hanem a födém lemeznek a szélét, mert itt egy monolit lemez készült, és ez biztosítja azt, hogy teljesen hőhidmentes lesz az épület. Ha van egy téglafalazat, és a téglafalazat vegyítve van ilyen vasbeton szerkezetekkel, akkor sokak szerint teljesen felesleges a kiegészítő hőszigetelés, ha egy vastag homlokzati szigetelés készül, azonban nem felesleges, hanem azt a kicsi hőhidat is érdemes megszakítani. Úgyhogy most fölmegyünk, és akkor megnézzük, hogy néz ki ez belül. Én indulok itt a létrán fölfele, és hát itt egy kicsit meglepődök, mert egy dróttal összeheftelt létrát látok, úgyhogy tulajdonképpen itt nekem meg is kéne állni, azonban saját kockázatra itt fel fogok jönni, mert nem tudok ide visszajönni később. Az én kis létrám, ami az autóban van, az pedig ehhez talán rövid, de ezért itt a fiúk szorulni fognak. Úgyhogy ez nem
kerek, hogy ilyen létrát hagynak itt. De szerencsére feljutottam, és itt látható, hogy készítettek egy korrekt zsaluzatot, acél támaszlopokkal, utána fenyőfűrészáriból csinálták ezeket a koszorú kiváltásokat, ide már elfogyott nekik a rendszeranyag, és itt pedig elkezdődött a zsaluzás, vasalás. Én úgy látom, hogy ez a sarok itt nem sarokmerev, de ezt majd meg fogjuk nézni pontosan a tervekben, hogy hogy néz ki. Mert hát lehet, hogy a tervező ezt így gondolta, azt mondjuk nagyon sajnálnám. A sarokmerev azt jelenti, hogy egy ilyen irányváltásnál a mondjuk itt ezek az alsó vasak, amik itt alul vannak, azok átmennek a túloldalra, és úgy mennek le. Illetve itt a belső vas jön föl, fölmegy, és átmegy a túloldalra. Itt gyakorlatilag ez a vas, ami itt a belső oldalon van, ez folyamatosan a belső oldalon halad. Ezáltal ez a sarok csomópont, ez nem sarokmerev. Bárki bármit is mond, és bárhogyan is van a rajzon, úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy fogom korrigáltatni. Egyébként szerencsére szép a munka. Jól néz ki. Ugye felmászok, és ott is megnézzük. Megyek itt a létráért, és közben a srácok begyűjtenek egy újabb fekete pontot, ugyanis a bakba ezt a tüskét úgy kell bedugni, hogy itt alul, ebbe a lukba bele kell tenni, hogy merevítse a lábat, kösse össze. Így el tud fordulni a láb, ami mondjuk ezen a betonon nem annyira valószínű, hogy ez a láb elforduljon. És látható, hogy itt ők is trükköztek vele, hogy csavargatják ezt a bakot. De egyszerűen a szabály az az, hogy a bakba bele kell tenni a tüskét, nem elég csak a szárába. És ezt keményen büntetik, úgyhogy ezt én is észrevételezni fogom. Itt látható egy pillér, látható, hogy egy zsalukővel zsaluzták, és utána itt nyilázzárok lesznek jobbra és balra. Ilyenkor az a fő kérdés, hogy a vasalatoknak a megfelelő összekapcsolásait biztosítva van-e. A vasakat úgynevezett toldási hosszal toljuk, ami annyit jelent, hogy átmérőtől függően egyre hosszabb szakaszon kell két vasbetonnak, egy betonacélszálnak egymás mellett futni ahhoz, hogy ez egy merev, illetve folytonos kapcsolatnak minősüljön. Itt látható, hogy itt egy 20 centis szakaszon csatlakozik össze a két szerkezet, ebben nyilván nem lenne meg a megfelelő toldási hossz, tehát itt alulról kb. 20 centit jönnek fel ezek a vasak, amik itt láthatóak, és ezért ide ilyen plusz elvasakat beforgatnak ide a srácok, és az az elvas egészen idáig elér. Tehát ez 20, 40, 60, tehát egy 60 centiméter, és az az 50D itt a 12-es vasnál nagyon sütít a szemembe a nap, de szemre is jó, úgyhogy ez rendben van. A másik probléma szokott lenni, hogy nincsen alátét a vasak alatt. Itt nagyon szépen alá van téve ez a műanyag, hosszúkás műanyag sin, ami kiemeli a betonacélt betonozás közben. Itt vannak a tüskék, ez egy nagyon szép példa. Ezek a karácsonyfának nevezett tüskék, amik a hőszigetelő lapot a helyszínen tartják. Ami szintén fontos, hogy le van kembe a falnak a teteje habarccsal, tehát nem fog belemenni a beton. A téglagyártók előírják, hogy legyen egy habarcskenés a vasbeton szerkezetek elkészítése előtt, és akkor egy határozott és egyenes vonalú repedés lesz, ha lesz. Ha nem lesz, akkor nem lesz. Na, itt szép mennyiségű vas van benne, itt egy toldás jött ki. Ezzel nincsen semmi baj, viszont mutatom nektek, hogy mi az, ami nekem itt nem tetszett. Egész pontosan az, tehát az nem tetszett nekem itt, hogy elindul itt ez a vas, itt mutatom, így, és itt átfordul ide. Ez nem sarokmerev, itt. Tehát ennek ide fel kellett volna jönnie, és ennek a kis másik pótvasnak pedig le kellett volna jönni, és akkor itt egy ilyen kereszteződés alakul ki. Úgyhogy ez szép a szerelés, szép a munka, csak nem sarokmerev. Itt a koszorúnál, ott már megtörtént a
vasaknak sarokkoszorú és a sarokpillér találkozásánál. Itt már megtörtént a vasaknak a beforgatása, tehát ez itt sarokmerev lesz. És ott alul is be vannak forgatva a vasak, úgyhogy szerintem az rendben lesz. És azért kellett ezt ilyen bonyolultan kialakítani, hogy a talpszelemen ki tudjon itt menni. Ezt nagyon sokszor elrontják egyébként, hogy ezt a pillért, ezt ide kirakja a köműves. És akkor nem fog kimenni, illetve ferdén lehozza. Tehát ez egy elég fáradtságos munka ezt így megcsinálni, de ezt itt mondjuk jól megcsinálták, úgyhogy az rendben van. És akkor nézzük tovább a koszorút, hogy néz ki. Így ránézésre szép. Itt is látszik egy szintugrás. Benne vannak a plusz összekötővasak, az is jó. És ide föl kell majd mászni, és megnézzük, hogy mi látszik itt fölül. Ebbe az ablakhát hidalóban. Közben ide felmásztam, és akkor belekukucskálunk ebbe a függőleges pillér és vízszintes kiváltás kapcsolatba, és itt is azt látjuk, hogy itt ez a külső vas, ez jó. Viszont itt a belső oldalon nem áll át az egyik oldalról a másikra, tehát ide egy pótvasat kell majd még betenni, ami ide jön, illetve egy másik pótvasat, ami ott átáll egyik oldalról a másikra. Tehát nyilván a Zoliék itt is fogják ezt korrigálni, de ez a sarokmerevség, ez egy fontos kérdés. Tehát ha én műszaki ellenőrként kijövök valahova, vagy amikor építést vezettem, akkor mindig ezt néztem meg, mert ha ez nem jó, akkor aztán később lehet rendesen bontani. Tehát itt, ahol egy függőleges és vízszintes váltás van, ott mindig sarokmerev kapcsolatra kell törekedni. Itt az egyik oldalon jó nagy távolságokat hagytak, a másik oldalon viszont elég szűk már, úgyhogy ezen majd módosítani kell. Nem kell ide kívülre ekkora betontakarás, mint ami itt van, viszont itt a belső oldalon ide kell még egy kis betontakarás. Hát itt látjuk egy kicsit másabb pozícióból, hogy hogyan néz ki ez a szerkezet. Hát nem mondom, építész kollega azért beleadott mindent. Tört vonalú pillérek, egyebek, tehát megvan az egy kicsit bonyolítva. Aki vágyszeműes figyel, az látja, hogy itt is vannak erősítő pillérek a falban, itt függőlegesen állnak fel. Nyilván a tetőnek lesz egy komoly oldalirányú terhelése is, és ezt valamivel fel kell venni. Meg kell állapítsam, hogy azok a brigádok, akik odafigyelnek arra, hogy egy kulturált munkakörülményt kialakítsanak maguknak, azok fognak utána normálisan dolgozni. Hoznak magukkal egy sörpadot, és szépen itt kajálnak, összepakolnak. Remélem, hogy a műszaki ellenőrt hűtött sörrel fogadják, de úgy látom, hogy ők inkább a szénsavas vizet szeretik, abból is a zöld kupakosat. Úgyhogy hát így néz ki egy munkaterület, az a munkaterület, ahol jó munkára számíthatok. A szemetet is összeszedik a srácok. Sziasztok! Építkezetek jól! Ez volt a mai szaki ellenőr. Isten áld a tisztes ipart!